Pécsváros híradója. Szeptember 21-én hétfőn önök a Pécs TV híradóját látják. Jó estét kívánok! Röviden néhány cím a ma esti műsor tartalmából. Új oktatási laborral bővült a Széchenyi Gimnázium és Szakközépiskola. Megkezdődött az egyetemi tanév a nyugdíjasoknak is. Sérült és egészséges sportolók egy csapatban játszottak a hétvégén. A Széchenyi István Gimnázium és Ipari Hírközlési Szakközépiskolában ma délelőtt ünnepélyes keretek között adták át az oktatást segítő új távközlési elektronikai labort. A beruházás több mint 60 millió forintba került. Az új távközlési oktatási labor berendezéseit pécsi és országos cégek támogatásával sikerült megvásárolni az iskolának, mely a vezetékes távközlés technika oktatásában mára már nélkülözhetetlen. Ma a távközlés technikában olyan elektronikus berendezések kerülnek alkalmazásra, amire fel kell készíteni az ezzel foglalkozó szerelőket, vezetőket, üzemeltetőket, és ez csak ezzel a például ezzel a számítógépes rendszerrel támogatott elektronikai oktatólaborral lehet felkészülni. Ezeken a paneleken, amiken itt dolgoznak a fiúk, olyan kapcsolásokat lehet megvalósítani, amit a valóságban is a távközlés technikai berendezések megvalósítanak, és itt viszonylag még, hogy mondjam, gátlástalanul és hibázás nélkül, vagy nagyobb kár nélkül lehet ezeket a kapcsolatokat megvalósítani, hiszen legfeljebb kiírja a számítógép, hogy nem jól csináltad. Ugyanakkor a rendszer arra is alkalmas, hogy oktatórendszerként működjön, tehát a tanár be tud avatkozni, mert a hálózatban vannak a gépek, be tud avatkozni egyes mérési fázisokba, sőt a gép értékeli is a tanuló lépéseit. Ennek a labornak a kialakítása és felszerelése 60 millió forintba került, ami iskolai szinten ritkaság számba megy, hisz az intézmények saját kevéske pénzükön felül csak szponzorok segítségére számíthatnak. A Széchenyi Gimnázium és Szakközépiskola az ötödik az országban, ahol modern elektronikai labor segíti az oktatást és a szakemberképzést. Óraadóink mondják, akik a mindennapi életben is együtt élnek ezekkel a rendszerekkel, hogy a gyerekek, azok a tanulók, akik itt végeztek, sokkal rövidebb idő alatt és hatékonyabban be tudnak állni a rendszer üzemeltetésében. Egy munkával töltött aktív élet után nem szükségszerű, hogy a nyugdíjas évek passzív semmittevéssel teljenek. Hiszen a Nyugdíjasok Szabad Egyeteme már 15. éve szervez szellemet és testet karbantartó programokat a 60 éven felüliek számára is. A Székesegyházi plébánia Kocsis László termében megkezdődött az új tanév. A 80-as évek elején szerveződött Nyugdíjas Szabad Egyetem új és régi diákjai szeptember elejétől ismét tanórákra gyülekeznek. Régóta ismerem én már ennek az egyetemnek a működését, személyes ismerettségem alapján. Úgy hallottam, hogy nagyon jó a kollektíva, remekek az előadások, és nagyon kellemesen el lehet tölteni az időt. 13 éve járok ide, nagyon sokat adott, mert mikor nyugdíjba mentem, akkor tényleg ugye az emberre rászakadt az egyedüllét. Az idősek igényei azok eléggé sokrétűek. Elsősorban, mint említettem, a történelem, az irodalom, a művészet az, ami szinte állandóan a programunkon van, de a mindennapos gondok is, azok a témák is napirendre kerülnek, amelyek nap mint nap jelentkeznek. Kik és milyen előadásokat tartanak itt? A Nyugdíjas Szabad Egyetem előadói általában a két különböző szakosztályainak a képviselői a legkülönbözőbb tudomány és szakmai területekről, orvosok, műszaki szakemberek, tanárok, egyetemi kutatók és oktatók, szociológusok, pszichológusok, és szinte sorolhatnánk az összes disziplína képviselőjét. Miért tetszik ide járni? Hát mert szeretek ide a közösségbe jönni, meg annyi mindent felújít az emberbe ez a sok előadás, hogy ezt szeretjük hallgatni, mindig mást, és nem maradunk úgy le a fiataloktól.
A közel 200 főt számláló Szabad Egyetem előadásait két hetenként hétfőn és kedden urak és hölgyek egyaránt nagy élvezettel önfeledten hallgatják. Bizonyára önökkel is előfordult már, hogy a nyilvános telefonfülkében nem kapták vissza a pénzüket egy-egy sikertelen beszélgetés után. Bosszusan és tehetetlenül áll ilyenkor az ember. Ebben a helyzetben sajnos a szakember is tehetetlen. Pécs nyilvános telefonfülkékkel való ellátottsága kielégítő, megfelel a követelményeknek. A 900 utcai készülék mintegy kétharmada kártyás, egyharmada pedig pénzérmével működő. Rongálások mindennapos jelenség, így többek közt betörik a telefonfülkék üvegajtaját, esetleg ki is tépik azt a helyéből. Ám az igazi károkozás maga a telefon ellen irányul. Az utóbbi időben egyre gyakrabbá válik, hogy szivacssal tömik el a készüléket, használhatatlanná téve azt. Nagyon mérgesen jöttél ki a telefonfülkéből, mi történt? Hát nem adta vissza a pénzemet. Nem tudom, hallottál-e róla, mostanában nagyon divatos és újra gyakorivá vált, hogy szivacssal eltömködik a telefonfülkéket. Ugye a gyanútlan járókelő bemegy, a pénz nem esik le, viszont telefonálni nem tud. Volt-e már ilyen élményed? Hát sajnos igen, többször előfordult már velem, legutóbb a vasútállomáson volt egy ilyen hasonló élményben részem. Ilyenkor azt szoktam csinálni, mivel már többször előfordult velem, hogy megnézem, hogy van-e egyáltalán benne szivacs, vagy nincsen szivacs. És hát sajnos a vasútállomáson szintén szivacssal találkoztam. Ilyenkor az ember nem tud mit tenni, maximum megütögeti a telefonfülkét, és káromkodik egyet, és tovább megy. Mindez persze a bosszúságon túl elég komoly károkat is okozhat. Nem csak a bevétel kiesés által, hanem a szolgáltatás minőségében is ez a károkozás megjelenik. Valakinek sürgősen szüksége van a telefonra, és nem tudja használni, mert ez a szivacs eltömi az érmecsatornát, és akkor már nem használható rendeltetésszerűen a készülék. Jelenleg nem sok megoldás kínálkozik. A szolgáltató állandóan ellenőrzi a rendszer állapotát, és a megrongált készüléket igyekszik nagyon gyorsan helyreállítani. Előfordulhat az, hogy egy szerelő, aki a készülékeket ellenőrzi, megnézi, kerülhet olyan helyzetbe, hogy bizony nem mer közbeavatkozni, mert olyan társaság ténykedik a fülkéknél. Értük a rendőrséget, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet erre a szolgáltatásra, hiszen nem csak a Matávnak az érdekeiről van szó, hanem a város, a társadalom érdekeiről, és az együttműködés lényeg az, hogy rendszeresen jutalmazzuk azokat a rendőröket, akik tettenéréssel vagy más módon elkapják ezeket a bűnözőket. Egyenlőre tehát nem marad más, mint hogy mérgelődve ott hagyjuk a telefonfülkét a sikertelen telefonálás után. Mi lehetne a megoldás? Olyan technikai eljárás nem létezik, és valószínű nem is lesz, amellyel a bűncselekmények elkerülhetők lennének. Éppen ezért a társadalomnak nem lenne szabad szó nélkül elmennie az ilyen és az ehhez hasonló cselekmények mellett. A nyári szünet és a felkészülés után évadnyitó fesztivállal nyitotta meg kapuit szombaton a Szivárvány Gyermekház. Ezentúl szakkörökkel, tanfolyamokkal, klubokkal és számtalan színes programmal várják a hét mindennapján a gyerekeket, a családokat, az óvodai és iskolás csoportokat is. Az évad újdonságai, hogy a természetismereti klub szakosztályá alakult, valamint ősztől balettcsoportokat indítanak óvodásoknak. Jövő héten indulnak a szakköreink, klubjaink, és az a célunk, hogy becsalogassuk a szülőket, gyerekeket ide a házba. Sokféle dologgal ismerkedhetnek. Az iskolások agyagozhatnak, táncot tanulhatnak, és különféle szakkörök tagjai lehetnek. Az anyukámmal, apukámmal, testvéremmel jövök ide. Amikor meghívtak, akkor is néztük a papagájokat, meg minden ilyen műsorokat megnéztünk. Az évadnyitó fesztivál a kolozsvári Vakvarjúcska báb együttes előadásával kezdődött. A programban helyet kapott még a komáromi Garabonciás és a Szivárvány Gyermekház táncegyüttesének bemutatója. A nap során folyamatosan volt játszóház és díszmadár kiállítás. A gyermekház éves programjáról szóló tájékoztató füzethez a helyszínen juthatnak hozzá az érdeklődők. A Kerek Világ Alapítvány legfontosabb célja, hogy közel hozza egymáshoz a sérült és az egészséges embereket. Ebben a kapcsolatteremtésben az egyik legfontosabb eszköz a sport. Kerek Világ Alapítvány 1998. szeptemberétől indította el nyitott klubját,
melynek célja kettős. Egyrészt az otthonülő sérült embereket kimozdítani otthonukból, másrészt lehetőséget biztosítani az épp társadalommal való kapcsolat kialakítására. A klub nyitott lesz épp és sérült emberek számára egyaránt. Hagyományteremtő akcióba kezdett a Kerekvilág Alapítvány? Így van. Ez a nyitott klubnak a rendezvénye, a Kerekvilág nyitott klubjának. A nyitott klub az arról fog szólni majd a hosszabb távon, ez az első rendezvénye, hogy hogyan tudunk együtt beszélgetni, játszani, szórakozni, sportolni, bármit, sérült emberek és épp emberek. A mai alkalom ez a találkozások napja, ez is hagyomány lesz majd. Minden évben egyszer meg fogjuk rendezni a Pécsnapok keretében, amikor egy ilyen nagyobb össznépi program lesz. Ez a mai az első, most sportesemények zajlanak, ülőröplabdások játszanak olimpikonokkal, ülőkerekes székesek Pécs polgármesterével és más pécsi neves személyiségekkel, illetve színészekkel. Délután folyamán pedig szórakoztató programok lesznek gyerekeknek, megint csak olyanok, ahol sérült gyerekek is és épp gyerekek is jelen tudnak lenni játszóházzal egybekötve, és este pedig koncert lesz a Mézegér Együttes és az Asterix Együttes. Közülük is a Mézegér Együttes szintén mozgássérültekből áll, és szintén az bizonyítja, hogy bármire képesek sérült emberek is, akár sportra, kitűnő eredményekre, akár a zenében remek produktumokra. A kerekesszékes kosár az első sorban a jó székkezelés és utána a kosártudás, de úgy gondolom, hogy ennek a buli a lényege. Tehát ne nézzük a számszerű eredményt, nekünk megtiszteltetés, hogy velük játszhattunk, ők pedig belekóstoltak egy kicsit, hogy milyen lehet kerekesszékből mozogni, kicsit más aspektus, de láthatták azt is, hogy lehet vidáman, jókedvűen mozogni. Mi a helyzet a vívással, mi a legközelebbi nagy feladatod? Az idei világverseny az megvolt már, ahol egy arany, egy ezüst, sőt egy arany, két ezüstöt szerzett a csapat. Jövőre lesz egy Európa-bajnokság, hát arra még ráérünk készülni, úgyhogy egyelőre a nagy feladatra készülök, a helyettes államtitkári posztra már dolgozunk. A Kerekvilág Alapítvány nyílt napja azt minden esetre bebizonyította, hogyan lehet egészségesen példát adni emberségből, tiszteletből, és fogyatékosként teljes példamutató életet élni az egészségesek, néha nem mindig befogadásra kész közösségében. Mai híradónk végén képes beszámolóink következnek. Szombaton délelőtt 157 végzett orvostanhallgatót fogadtak doktorrá a Pécsi Orvostudományi Egyetem aulájában. A diákok közül 23-an angol, 134-en magyar nyelvű képzésben vettek részt. Az okleveleket dr. Bejei Árpád rektor adta át. A Pécsi Akadémiai Bizottság tudományos ülést tartott ma délután. A téma azon vizsgálati eredmények ismertetése volt, melyet főleg az uránbányászok körében végeztek. Klasszikus foglalkozási megbetegedésként ismert a gyakori tüdőrák, melyet a nem vagy elégtelenül szellőztetett bányatérségekben felhalmozódott radioaktív nemesgáz és annak bomlás termékei váltottak ki. A tüdőrákot 1982 óta ismerik el foglalkozási megbetegedésként. Ma délután a Mecseki Kultúrpark akvárium és terárium házának Munkácsi galériájában nyílt kiállítás a Pécsi Zoo a riportfotók tükrében címmel. A tárlaton Müller Andrea, Cseri László, Laufer László és Kálmándi Ferenc munkáiból válogattak. A középpontban az állatkert vonzó, olykor ijesztő, kedves vagy éppen szomorú lakói állnak. A színes és fekete-fehér fotókból rendezett kiállítás október 4-éig tekinthető meg. A Pécs TV híradójának hétfői kiadását látták. Friss információkkal holnap a szokásos időben 18 óra 40 perckor jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
A szépség egyrészt relatív, másrészt múlandó. Talán valamelyest alakítható, formálható is, elsősorban azonban adottság kérdése. Létezik azután az úgynevezett belső szépség is, amely ugye azt jelenti, hogy az egyébként jelentéktelennek látszó külső egy csapásra megváltozik, ha tulajdonosan megszólal és jót, okosat mond. Ugyanez persze fordítva is igaz lehet. Nos, döntsék el önök, milyenek azok a lányok, akik most következnek, és éppen a Pécs szépe döntőjére készülődnek. Marát Mine, itt a főnéni, azaz te vezeted a gyakorlatokat. Miből áll ez a munka? A lányok színpadi mozgást tanulnak, és különböző koreográfiákat tanítok nekik, ezeket kell különböző ruhákra betanulniuk. Hogy megy nekik? Milyen a felhozatal? Nagy a különbség egyik és másik lány között, vagy nagyjából egyformák? Hát úgy nagyjából egyformák, valamelyik jobb, valamelyik nem annyira tud még mozogni, de ezért vagyunk itt, hogy megtanulják. Igazából szerintem már elég jól megy nekik, most már itt a próbák vége fele vagyunk, úgyhogy most már illő lenne, hogy tudják, hogy mit kell csinálniuk. Éva, úgy tudom, hogy te most vagy először ilyenfajta versenyen. Ki vagy, mi vett rá, hogy elgyere? Hát a szüleim indítottak el ezen a versenyen, és az egyik kis kolléganőm is mondta, hogy jöjjek el, próbáljam ki ezt a versenyt, hogy milyen lesz. És mit vársz tőle? Hát elsősorban egy kis reklámot várok, mert kozmetikus vagyok, hát ha sikerül reklámoznom magamat. Hát meg ajándékon. Nehéz vagy könnyű a felkészülés? Milyenek a gyakorlatok? Nagyon jók a gyakorlatok, de nagyon sokat kell itt lennünk, ezért az egész délutánomat elfoglalja, úgyhogy nem érek el semmire és senkire. Egyébként mivel foglalkozol? Hol dolgozol, vagy hol tanulsz? Tanulok az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban. Hogy vetted rá magad, hogy elgyere erre a versenyre? Nem én vettem rá saját magamat, hanem a szüleim és a barátnőim mondták, hogy ha nem adom be jelentkezésemet, akkor ők adják be. Nem furcsa neked, hogy színpadon fel kell lépni egy csomó ember előtt, ott mutogatod magad, nézik minden testrészedet, megjegyzéseket tesznek, vagy legalábbis magukba gondolnak? Mindenki azt gondol magába, amit akar szerintem egyrészt, másrészt abszolút nem zavar, hogy néznek. 8 évig jazzballettoztam, most pedig modellkedem 3 éve, tehát megszoktam a színpadot és a nézőközönséget. Éva, te egyszer már nagyon szépen szerepeltél egy ilyen versenyen, sőt, különböző újságcikkek is megjelentek, amiben, ha jól emlékszem, azt nyilatkoztat, hogy te szeretnél a sikerből, a szépségből megélni. Bejött-e ez a dolog? Ez egy félreértés volt, én ilyet nem nyilatkoztam, ezt valahogyan nem tudom, hogy találták ki, beírták, ennyi. Nem ebből szeretnék megélni a későbbiekben. Úgyhogy most másodszor is eljöttél. Úgyhogy ugye tavaly volt ez a úgymond szép sikerem, és azóta történt velem egy nagy változás. Született egy kislányom, aki most 2,5 hónapos, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy vissza tudjak térni a szakmába, még egy darabig. Márta, szerinted a férfiaknak milyen típusú nők, hölgyek tetszenek legjobban? A nőies, vékony, hosszú ajú, szerintem. Nekem ez az én ízlésem, szerint. Téged megkeresnek a fiúk? Nézegetnek? Hát igen. Honnan jött az ötlet, hogy elgyere erre a versenyre? Hát tulajdonképpen a férjem ajánlotta. Sokan azt mondják, hogy talán a legszebb lányok el sem indulnak, mert egy kicsit szégyellősek, egy kicsit visszatartják magukat. Furcsa dolog az, hogy valaki megjelenik a színpadon és több százan nézik. Igen, nagyon furcsa dolog. Az elején szokatlan is, lépni is alig tudunk, de aztán hozzá lehet szokni. Az is igaz, hogy a legtöbb lány nem indul el, a legtöbb szép lány. Inkább azok, akiknek bátorságuk is van, talán. Téged mi vett, vagy ki vett rá, hogy elindulj? Hát szülői indítatásra főleg, de azért az én akaratom is benne volt. Egy nagyon érdekes dolog, nem az első lány vagy, aki azt mondja, hogy a szülei javasolták, pedig a szülők én szerintem inkább egy kicsit félteni szokták a lányokat, hogy ne nagyon mutogassák magukat. Szerintem ez nem így van manapság, mert az anyukák is inkább a célt szeretnék elérni, hogy a lányok minél sikeresebb legyen, és a legtöbben ebben a modellkedésben, vagy a szépségversenyekben látják a kiinduló pontot.